2012. szeptember 1-e, ekkor lett a cegléri járási ügyészség vezető ügyésze dr. Göbjös Péter. Úgy fogalmazott, a társszervekkel együtt hosszú utat tettek meg az elmúlt 8 évben, a befektetett munka pedig nem kis eredményeket is hozott. Sikerült a keletkezett bűncselekmények számát markánsan csökkenteni, a fejlődési mutatókat növelni, és az mellett az utóbbi években már azt mondhatjuk, hogy nem csak a járás területén, hanem a járás területéről egyébként kiinduló, de messzebbre nyúló elkövetői szálakat is elvarni, büntetően járás alá vonni, és a cegléri járásbíróság hathatós közreműködésével nagyon nagy százalékát el is ítélni, hiszen azért jellemzően, akiket gyanúsítottként kihallgattunk, azokat a bíróság elítélte, hogy a vád eredményessége mutatója a járási ügyészségnek mindig bőven 90% fölött volt az elmúlt időszakban. 2012-ben megközelítőleg 5000 bűncselekmény történt a cegléri járás területén. Ehhez megközelítőleg 16%-os felderítési mutató párosult. 2020-ban 1500 bűncselekmény történt, a felderítési mutató pedig 70%. A számokban is látható tehát a markáns különbség. Most azonban elhagyja Ceglédet, Kecskeméten folytatja munkáját. Nem személyes vagy szakmai ellentétek miatt pályázta meg a vezető ügyészi beosztást, mondta. Én alapvetően Kecskeméten élek, ott éltem eddig is, ez alatt a 8 év alatt is. Azon túl, hogy a családom odaköt, maga a város is mindig kedves volt számomra, ahogy egyébként ez Ceglédre is igaz volt. Olyan szakmai lehetőség adódott, hogy a szakmai pályafutásomat ott folytathassam, és hát ez egy olyan alternatíva volt, ami arra sarkalt, hogy pályázzak, és onnantól kezdve már a legfőbb ügyész úr kezében volt a döntés, hogy elfogadja a pályázatomat, így történt, így gyakorlatilag hétfőtől a Kecskeméti János ügyészség vezetőügyészeként dolgozom tovább a szervezetben. Hogy ki lesz majd utódja Cegléden, arra a megyei főügyész tesz majd javaslatot a legfőbb ügyésznek. Addig pedig eddigi helyettese látja el a vezető ügyészi feladatokat. Dr. Göbjös Péterrel hosszabb beszélgetést is készítettünk, amelyet mai háttérmagazinunkban láthatnak.